Szevasztok, Peti vagyok, és az Ava Group média csatornát nézitek. Ha visszakanyarodunk egy kicsit a nyelvtanuláshoz, egészen pontosan kivesézzük a német nyelv rejtett dolgait, amit egy kívülálló, egy külföldi nem igazán ért meg. Úgyhogy jöjjön az intro, mely időt ad nektek, hogy megnyomjátok a feliratkozás gombot, és a kis harangot mellette, hogy mindig értesítést kapjatok arról, hogyha új videó kerül föl a csatornára. Vágjunk bele! A német nyelv az egy középnehéz nyelv, mégis a videó folyamán tapasztalni fogjátok, hogy nem igazán a nyelvtanulás teszi nehezzé a német nyelv megtanulását, hanem maguk a német emberek. Az első tanácsom, bármilyen nyelvet tanultok, hogy próbáljatok meg olyan egyszerűen beszélni, amennyire csak lehet. Kerüljétek el az elején az idiómákat, tehát a szófordulatokat. Egyrésztről ezeket az idiómákat lefordítani egy idegen nyelvre nektek is nehéz, főleg, hogyha még kezdők vagytok, másrészt az az idióma lehet, hogy abban az idegen nyelven egyáltalán nem létezik. És a fogadó fél, tehát tegyük fel a külföldi személy, nem fogja érteni, hogy mit akarsz mondani, csak azt veszi észre, hogy tagyválsz valamiről, amit ő nem ért. Ez a németeknél különösen igaz, mert a német ember magában a nyelviségében is teljesen máshogy van beállítva, mint például egy magyar ember. A német ember föltesz egy kérdést, és ő arra egy legfeljebb két választ vár. Igen vagy nem. Ezzel lehet vitatkozni, el kell fogadni, hogyha egy olyan választ adsz neki, amire ő nem számít, akkor egyszerűen összezavarod, nem gondolkodik utána, és megáll a beszélgetés. És akkor most jön a kérdés, hogy Péter, te azt mondtad, hogy ezek a német emberek nem igazán intelligensek. Igen, a német emberek nem igazán intelligensek. Egyrészt meg kell nézni azt, hogy nekik a közel 86 millió lakosságukra hány Nobel-díjosuk van, és nekünk ezzel a 11-2 millió lakosunkkal a magyaroknak hány Nobel-díjas tudósa van. De annak, hogy a németek nem kimondottan intelligens, majdnem azt mondtam, hogy emberfaj, nem kimondottan intelligens nép, nemzet, annak van oka. Az egyik oka az, hogy a németek kimondottan elszigetelten élnek. Meglepődnétek, de Németországban egyes faluk között relatív nagy távolság tud lenni. Nem az NRV-ről, tehát Nordrhein-Westfalenről beszélek, ahol Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg és mindenféle ilyen városok gyakorlatilag egymást érik, és ott van jelenleg is a Európában az egyik legnagyobb népesség, sűrűség, hanem a Németország többi része, tehát teszem azt az Eiffel, vagy teszem azt maga Bajorország is. Nagyon messze vannak egymástól a városok, ezért ők nagyon belterjesen élnek. A második dolog az, hogy mivel ennyire belterjesen élnek, most ezzel megint nem fogok túl sok barátot szerezni, elég belterjesen szaporodnak is. Tehát őszintén szólva egy ilyen német kisebb faluba mindenki valakinek a nagynénje, kuzanya és hasonló. És hát ez a nem kimondottan vérfertőzés, de a genetikai sűrűség, ez nem tesz jó hatást arra, hogy kimondottan intelligens gyerekek szülessenek az idővel. A harmadik dolog az, hogy a német emberek arra voltak eddig nevelve, és mondom, voltak, a mostani fiatal generáció már egészen máshogy működik az agyban, de hogyha egy ilyen középkorú német emberrel beszélsz, ő ahhoz van hozzászokva, hogy egy szakmája van, életén keresztül azt az egy szakmát űzi, ahhoz az egy dologhoz ért. Tehát, hogyha egy középkorú német embernek elkezdesz egy olyan témáról beszélni, amiről lövése nincs, és most középkorú alatt mondjuk ilyen 35-öt értek, jó?
Tehát, ha egy asztalosnak elkezdesz beszélni valami informatikáról, autókról, bármiről, nem érti. Tehát, mintha üres szavakat, ha ugatnál hozzá, pedig tökéletesen beszélsz németül, nem érti, mert úgy van beállítva, hogy ő neki van egy szakmája, őhoz neki nagyon jól kell értenie, az fogja űzni 40 éven keresztül, majd elmegy szépen nyugdíjba, semmi mást nem ért. Az agyuk egyszerűen nem képes új információt befogadni. A következő példa az, hogy ugyanebből a gondolatmenetből kifolyólag ők ismerik a saját német konyhájukat. Ők nem nagyon hajlandóak más konyhát, más ételeket kipróbálni. Természetesen, hogyha elmegy utazni mondjuk Olaszországba, akkor ott olaszt fog enni, megismeri, hazajön, és akkor hú, de jó, van pizza. De tegyük azt fel, hogy egy faluba akarnál nyitni egy magyar vendéglőt. Éhen fogsz dögleni. Ők is, mert nem esznek belőle, nem ismerik a magyar konyhát, nem fogja kipróbálni, hogyha nincsen rákényszerítve. Persze, hogyha te a vendéglőd az egyetlen, meg a kocsmád az egyetlen az egész faluba, nyilván kénytelenek rátszokni, de ezt meg kell értenünk, hogy a német ember nem próbál ki új dolgokat. Punkt. És akkor természetesen ezek mind az objektív tényezők, jöhetnek a szubjektív tényezők. Mit értek ez alatt? Simán nem akar megérteni. Beszélhetünk most rasszizmusról, meg antiszemitizmusról. Igenis, a német ember nem szereti a bevándorlókat. Akármit mond, nem szereti őket. Pont ebből kifolyólag, hogyha te, mint magyar ember elkezdesz beszélni egy német emberhez, mondom még egyszer, nem a fiatal generációról van szó, hanem mondjuk az ilyen 40 és 40 fölötti, alapvetően azt fogod tapasztalni, hogy nem akar megérteni. Tehát mihelyt egy olyan témáról van szó, ahol ő neki van szüksége rád, a te munkádra, a te teljesítményedre, azonnal meg fog érteni mindent. Akár magyarul is hadoválhatsz hozzá, ő meg fogja érteni, hogy mit akarsz neki mondani. De abban az esetben, hogyha neked van szükséged az ő segítségére, nem értem. Nyepázsevárúszki. Nem értem, hogy mit akarsz nekem mondani. Nagyon jól érti, hogy mit akarsz mondani, nem akar megérteni. És nagyon sokaknak ez lesz a fő csalódás, hogyha bemész mondjuk egy Arbeitsamtba, egy ilyen munkaközvetítő hivatalba, és ott a kedves dolgozó úr vagy asszony nem kimondottan áll a munkájának a magaslatán, és nem azért van ott, hogy neked segítsen, hanem hogy elteljen az a 8 óra, hazamehessen a gyerekekhez, egyszerűen nem fog akarni téged megérteni. Mit tudsz tenni? Semmit. Ez az egy dolog, ahol semmit se tudsz tenni. Az előző példákban, hogyha egyszerű mondatokat, rövid, ponttal záródó, egyszerű mondatokat használsz, jó napot kívánok, én vagyok én, ezt szeretném. És elfejtezed a barokk körmondatokat, amiben még saját magadat is belezavarod, akkor el fogsz tudni érni dolgokat. Abban az esetben, hogyha ő nem akar téged megérteni, vesztett helyzeted van. És akkor a következő téma, a dialektusok. Ho-ho, bizonyám, van belőle elég. Van a Switzerdeutsch, van a Frank, van az Oberbayern, gyakorlatilag minden megyének megvan a saját dialektusa. Van, amiket jobban meg lehet érteni, például ugye az a iskolában tanított Hochdeutsch, vagy amit a tévében, a híradóban látsz Hochdeutsch, az valójában a Fulda és környékére jellemző dialektus, ugye azt mondjuk, arra mondjuk azt, hogy az igazi német. Ugyanakkor, hogyha meg elmész Plattföldre, bocsánat, Plattföldre, tehát ez itt a holland határ és kicsit Hamburg és Hollandia közé beszoruló kis háromszög, na ezt nézzétek. Und als ich damals Bürgermeister bin in mein eigen Gemeinde, da habe ich damals, wie es davon übertücht wäre, dass das Beter ist, wenn man mit der Lü, der direkt mit einem Tadaunem auch im Plattdeutsch sprechen kann. Igen. Ő németül beszél, mégse értesz belőle egy szót sem. De most ebbe az a poén, hogy ebből egy német sem ért egy szót. Ezt hívják úgy, hogy Plattdeutsch.
Itt Plattdeutschban, tehát ezben a Plattföldön, tehát ez egy ilyen síkság, azért ilyen Platténa síkság. Tehát ezen a síkságon van olyan, hogy a szomszéd falu nem érti a másikat. Miért van ez? Az előbb taglaltam, nem mennek ki a faluból, ott élnek abban a faluban, a falu vége táblán kívül már szédülnek, nem heverednek a szomszéd faluval. Tényleg van olyan, nyilván van benne túlzás valamennyi, nyilván van benne az, hogy nem akarja megérteni a pajkaszegi a másik. Tudjátok, mire gondolok, nem akarja megérteni. De valóban faluról falura változik a dialektus valamennyit. Mit tudsz tenni te, mint magyar ember, hogyha meg akarsz érteni egy ilyen dialektussal beszélő németet? Hát egyrészt el tudsz tölteni közöttük jó sok időt, és akkor már kapizsgálni fogod, hogy miről van szó, de sokkal többre mész azzal, hogy egyrészt tudod, hogy miről beszéltek. Tehát megvan az alapkontextus. A következő pedig, amiről már egyszer beszéltem nektek, az analitikus figyelem. Tehát analizálni próbálod minden egyes szavát, megpróbálod összehangba hozni magával, a témával azt, ami ő mond, és hogyha igazság szerint megérted körülbelül 70%-át annak, hogy mit mond, tehát nem minden szót, de a mondat lényegét meg tudod érteni, akkor már létre tud jönni egy bizonyos kommunikáció kettőtök között. Amúgy meg, hogyha valaki közületek inkább ez a magolós típus, akkor lehet kapni szinte minden dialektushoz külön kótárat. Tehát amiben meg tudod nézni, hogy egyes német szó a dialektusban hogyan szól. Úgyhogy csak azt tudom nektek mondani, hogy hallgassatok oda, figyeljetek arra, hogy mit mondanak nektek, ha lehet, akkor nyilván töltsetek el több időt az adott nyelvterületen, akkor a dialektust nagyon jól magatokévá tudjátok tenni. Ennyi volt ez a rész mára, iratkozzatok föl, osszátok meg a videót ismerőseitekkel, találkozunk legközelebb is, szevasztok!